Super 2000-es, ami talán itt a technikások pályákon képes lehet majd a VRC-ket megszorongatni. Bútor Róbert és Tavai Róbert az autóban az M3 Autó Kft. TVR Racing versenyzőiként. A Super 2000-es 207-es Peugeot, ahogy említettem, abban a kategóriában érdekelt, ahol a nemrég látott sárga Ford is. Tehát tulajdonképpen a homolog autók közül a csúcsgépekről beszélünk a Super 2000-esek esetében, nem akár a futamgyőzelemért is. Tehát Bútor Róbert és Tavai
és ezúttal egy Peugeot Vítor Robert és Tavai Robert dobogón fejezzük be a Taxi Budapestet, hiszen harmadik helyen érkezett célba, az abszolút harmadik helyen. Motor, ami másként mosolyog, amikor részsikerek vannak és végigcsinált egy versenyt és célba jött, meg másként, amikor a dobogón végez. Szerintem ez nem mindenki így van, hiszen azért jövünk, hogy minél előrébb végezzünk. Az elmúlt időszakban elég sok pethes versenyünk volt, végre kiadt egy olyan, amikor tényleg semmi nem volt. Egyszerűen jó volt menni, nagyon nehezek voltak a pályák, igazi feladat volt, úgyhogy jól elfáradtunk, de ez egy sokkal kellemesebb fáradtság, mint amikor az ember folyamatosan kereket cserél, úgyhogy végre sikerült. Más nyakán autóztatok, másodszor, ha jól emlékszem. 7 tizedet, azt hiszem 7-et az előtte meg egy egész valamennyit. Igazából, amikor ilyen nagyon nyitott az út, és nem kell attól félni, hogy a legkisebb rossz mozdulattól is berepülünk 170-nel az erdőbe, akkor azért visszajön az önbizalmam. Nagyon-nagyon gyorsan mentünk lábatlan bajnán, annak ellenére, hogy azért a Super 2000-es végsebessége az nem odavaló. Úgyhogy nem mondom, hogy az lett a kedvenc pályám, de mégis jó volt rajta menni. És igazából a második gyors az, amitől nagyon féltem, de menni viszont nagyon jó volt rajta. Kivismaroltam, igen. Az egyes gyors az borzasztóan veszélyes volt, főleg most az utolsó körben. Nagyon-nagyon nagy mák, hogy senkivel nem történt komolyabb baleset szerintem. Iszonyatos volt. De megérte végigcsinálni? Hát abszolút, hát azért jöttünk persze. Butó Robert és Tavai Robert, az abszolút harmadik helyezett páros a Taxi Budapest 2013-ban. Abszolút harmadik helyen Butó Robert és Tavai Robert zárta a Peugeot 207 Super 2000-rel. Turán Fece és Zsíros Gabi a 11-es géposztályban győzte, Kazár Miké és Szőke Tamás a második helyen végeztek ugyanitt. A 2-es géposztályban Butó Robert és Tavai Robi lettek az elsők. A 2-es géposztály második helyen Herci Norbert és Igor Macival végeztek, míg Matics Misi és Juhonszki Attila a 3-as géposztály győzteseiként állhatnak itt. És akkor adunk nektek még valami kis ajándékot, hogy ne csak szépek legyetek, hanem jó szagotok is legyen.